Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Gosztonyi Miklós vagyok, a Krülung Árnyékolás Technika Kft-től, és a mai előadásban a szabadban lévő árnyékolás technikai megoldásokról fogok beszélni. Az elmúlt években tulajdonképpen több hatás is kikényszerítette az épületeink külső tereinek jobb kihasználását. Ilyen volt az egyik a COVID, a másik a fiatalabb generáció újfajta élet és munkastílusa, és a harmadikként kiemeltem még a home office-nak a térnyerését. És tulajdonképpen, amikor kint vagyunk a szabadban, akkor sokféle tevékenységet folytatunk, sokféle hatás ér minket, jellemzően környezeti hatások, tehát az időjárásból származóan nyilván a pihenés és szabadidős elfoglaltságok a legfontosabbak, de sokszor találkozunk azzal a jellemző problémával, megkereséssel tulajdonképpen, hogy elkészülnek, megterveződnek és kiviteleződnek gyönyörű szép házak, nagy teraszokkal, nagy tetőteraszokkal, lodzsákkal, és valahogy mégsem kerül kellő mélységig átgondolásra ezeknek a funkcionális használhatósága, kihasználhatósága. Ezért, és mindez nem csak lakóépületeknél, hanem középületeknél, irodaépületeknél is egyre jellemzőbben megtörténik. Az élet mindig megoldja tulajdonképpen ezeket a helyzeteket. Egy ilyen megoldást szeretnék mutatni, akik esetleg szoktak járni a balatoni építészregatákra, azoknak ismerős a helyszín, ez Balatonlenle, a vitorlás kikötő, innét indul a regatta mindig, és tulajdonképpen itt készült egy építészetileg nagyon igényes beépítés, lakóegyüttes tulajdonképpen a bejelölt területen, de valamiért, amit nem tudok sajnos, tulajdonképpen az árnyékolás nem lett végig gondolva, vagy elhagyták, vagy nem tudom én micsoda történt, és tulajdonképpen, hogyha itt most megnézzük ezt a néhány fotót, tulajdonképpen is csak a felső szinteknek az árnyékolását, ugye az első részen látszik egy baldahinos megoldás, a másodikon egy pergolás, a harmadikon egy ellenhúzott textil árnyékoló, a negyediken egy csuklókaros napellenző, és tulajdonképpen egyébként az összes többi nyílászáron is teljes kavalkád van színben, formában, megoldásban, mindenben. Tehát a mai előadásomnak az egyik ilyen legfőbb mondani valója az lesz, hogy érdemes előre gondolkozni, megtervezni ezt is, és erre hangsúlyt fektetni az építetővel való kommunikációban, hogy bizony ez is nagyon fontos, hogy a végeredmény szép, esztétikus és jó legyen. Mutatok néhány olyan példát, ahol megtörtént ez a dolog. Itt van ez a lakóépület, ami a Budapesten készült el. Itt az építészek tulajdonképpen ebbe a keretező homlokzat burkolatba, itt a földszinti terasznak az árnyékolását megoldandó, tulajdonképpen ebbe a szektorba belet integrálva egy csuklókaros napellenző sor, aminek a metszete, illetve az integrációja, csomópontja mondjuk így néz ki, és amikor ki van engedve az árnyékoló, akkor pedig mondjuk egy ilyen megoldást eredményez. A következő fotón egy teljesen más filozófiájú, hogy mondjam, megoldási stratégia látszódik, ahol tulajdonképpen egy olyan termékcsalád lett kifejlesztve, ami különböző típusú termékekből áll, de a dizájnja teljesen egyforma, és tulajdonképpen itt alul lehet látni egy olyan csuklókaros napellenzőt, ami kisebb méretű teraszoknak az árnyékolására alkalmas. Itt egy függőleges síkú árnyékoló, ami visszahúzott lodzsáknak az árnyékolására alkalmas. Itt pedig legfölül egy ilyen extrém méretű, akár szélességben, akár mélységben, és a tetőszinten levő fokozott szélnyomás, szélszívás értékeket tudó teljesen egyedi megoldású teleszkópkaros napellenző látható. A következő megoldás szintén egy kicsit más filozófiájú,
a MOL kampuszon szerencsénk volt mindent árnyékolni, és ebben a mindenben benne volt néhány napernyő is, ahogy itt ez látszik is alul, és tulajdonképpen itt az építészekkel közösen az volt a célunk, hogy egy olyan megoldást találjunk, ami megoldja azt a problémát, hogy ne kelljen, amikor a teraszokon sétálnak az emberek, belerugdosni ilyen mosott beton, kavicsos, mindenféle leterhelő mezőbe, és ezért ilyen integrált, tehát a padló rétegrendbe, különböző rétegrendek voltak oda, integrált megoldásokat terveztünk. Itt így néz ki építés közben ez a dolog, ugye már itt majdnem teljesen kész állapotban. Nagyon fontos dolog, hogy egyébként tonnákról beszélünk, tehát itt nem csak épület szerkezettani integráció szükséges, hanem bizony statikai tervezővel közös integráció is, és akkor ugye az eredmény az ilyen egyszerűen megoldott rendszerrel történt. Ezen rövid kis bevezető után szeretném megmutatni a megoldási lehetőségeket. Igazából négy részre bontottam, négy félét szeretnék ma bemutatni. Ha már itt a MOL kapcsán utoljára napernyőkről beszéltünk, nézzük a napernyőket. Először egy kis kollázs a magyar mai valóságról. Tehát ugye itt lehet látni ezeket az idézőjelben integrált világítási megoldásokat, fűtési megoldásokat itt. És ugye a kedvenceim az tulajdonképpen ezek a betontalpak, amik itt is látszódnak. Ugye mindenki ült már ilyen teraszon, és megpróbált fölállni vagy leülni, tudja, hogy nem tudta kihozni rendesen a székét, vagy megbotlott, vagy akármi történt. Tehát jó, nézzük meg, hogy... Ja, még betettem ezt a diát, bocsánat. Ugye ezt néhány éve csinálták meg, ezt a Városligetben van, gyönyörű műemlék felújítás, építészetileg, belső építészetileg is gyönyörű épület, és akkor tessék, a terasznak a véggondoltsága eddig a szintig jutott, és itt ezen a napernyőn már látszik az is, hogy két év után hogy tönkrement mondjuk ez a szerkezet. Ehhez képest mit tudunk mi javasolni? Na, jó. Mondjuk például egy ilyet, ahol minden integrálva van, minden benne van, kiegyensúlyozott, nyugodt, érdemes vagy jókedvelő leod az ember, hogyha valamit fogyasztani akar. De miktől függ egy ilyen dolog? Nézzük meg, hogy mi minden paraméter. Az első, és talán ez egyik legfontosabb, és főleg irodaházak tetőteraszainál találkozunk ezzel, mint fő probléma, az az, hogy mennyi a szélállósága egy ilyen napernyőnek. A legtöbb napernyőnek nincs is szélállósági határértéke. Nálunk az összes statika, hogy mondjam, ilyen ipari felhasználású, vagy nem lakossági célúnak mindegyiknek van méretezet, minden méretnek, és csak ilyen érdekességként, ha már ugye itt a vitorlázás is szóba került, a Bófocskára szerint 12-es szélerősségig tud a legerősebb napernyőnk, vagy az a legnagyobb szélállóság, ami 118 km/h-nak felel meg. Tehát, hogyha ebbe egy kicsit belegondol mindenki, akkor talán érezhető, hogy itt lehetnek különbségek. Jó. Aztán, hogyha valamiért mondjuk például sok napernyő van, és sok idő lenne föltekerni, letekerni, vagy nincs személyzet, aki figyeljen rá, akkor például nagyon fontos, hogy legyen olyan megoldás, ami mondjuk motorokkal, szél- és fényérzékelős vezérléssel ezt a dolgot megoldja. Nagyon ritka egyébként a motoros mozgatású napernyő, úgyhogy az is eléggé különleges megoldásnak számít. Vagy, hogy extrém méreteket tudjunk megcsinálni, ez például 8x8 méter, de a legnagyobb, amit tudunk, az 12x12 méter. Egy ilyen 8x8-asnál már közel 3 tonna leterhelés meg erő kell ott a rögzítési pontnál például. A következő az egy ilyen idézőjelben apró műszaki megoldás, ami azt eredményezi, hogy ugye az évek hosszú folyamán akármilyen anyagot is választ az ember, mindenképpen van annak az időjárás hatására egyfajta nyúlása,
és hogy ez mindig feszesen álljon, tehát úgy, mint mondjuk ezen a fotón itt, van egy ilyen dupla rugós feszítőmű az összes anyagrögzítési sarokpontban és közbenső támaszpontban, nyilván ez nem egy olyan fajta megoldás. Vagy, hogy nagyon sokféle méret és alak legyen például, hogy minden helyzetre lehessen megfelelőt találni. Vagy ez itt a Bosch kampuszon készült Budapesten, ahol ilyen csoportokban rendezve készültek ezek a napelnyők, ahol csak egy láb van mondjuk egy ilyen hármas csoporthoz, és akkor így sokkal jobb a közlekedési megoldás, meg a berendezési lehetőség. Aztán ugye egy kicsit már erről beszéltünk, de ugye a rögzítések nagyon fontosak, ugye, hogy nyilván a legegyszerűbb, ha egy földbe kerül, akkor bebetonozzuk, hogyha egy olyan földszintű teraszra kerül, ahol nincs alatta beépített terület, akkor nyilván ez is egy jó megoldás, de mondjuk már egy ilyen lapos tetős megoldásnál ugye a visszigetelést is fogadni kell tudni, tehát mindenre van tulajdonképpen valamilyen megoldás. Aztán egy kicsit speciális terület, ez az óvodák és a játszótereknek az árnyékolása, ahol például egyedi rögzítés kell itt valahol lent, és még pluszba ezek az oszlopok kapnak ilyen szivacs ütközőket, mint a sípályákon, hogy a gyerekek ne sérüljenek meg. Aztán ez egy olyan rendszer, ami a vizet is el tudja vezetni, tehát itt ez az alsó anyag összegyűjtés bevezeti, van itt egy felső anyag, ami pedig az ellen védi az összefolyást, meg a vízlevezetést, hogy ide mondjuk a falevelek bele tudjanak esni. Aztán, hogyha már valami dizájnosabb kell, akkor vannak az így úgynevezett tulipán napernyők, és akkor... ha meg valami nagyon zöld, bió, meg ilyesmi kell, akkor vannak már ennyire dizájn napernyők is, amik mondjuk így néznek ki. Jó, akkor nézzük a második megoldási lehetőségek, a napvitorlákat. A napvitorláknál is kezdjük azzal, hogy mi a mai magyar valóság. Körülbelül ezt ilyesmikkel találkozik az interneten, ha azt az ember beüti. Mi mégis valami ilyesmit próbálunk kínálni. Itt ez egy, a jobboldali képen ez egy Bavária 38-as vitorláshajó, aminek 73 négyzetméter a grósz és a fokvitorlázatának az együttes felülete. Ehhez képest mi 105 négyzetméter tudunk egyben csinálni egy darab szerkezetnél. És ugye ekkora itt egy ember, nem tudom, hogy nagyon lent van már, ott hátulról mennyire látják, tehát úgy lehet érezni itt az arányokat, meg a mindent. Ami nagyon fontos, hogy a mi napvitorláink valóban a vitorlásportból jönnek egyébként, tehát az összes konfekcionálás, varrás, ez valódi vitorlásvarrás, az más, mint mondjuk egy ipari varrás egyébként, szegélyerősített, hogy maga a geometriája, a szabásmintája ezeknek a dolgoknak is ugyan azt a logikát követi, mint a vitorláshajóké. Nyilván nem csak motorosak vannak, mint az előző fotón látszott, hanem vannak kézi és fix megoldások is, ezek kisebb méreteket tudnak, mint a motoros, és aztán vannak különböző beépítési helyszínre adaptált megoldások, hogy oldalról húzódik ki, hogy középről két irányba húzódik ki, háromszög felülettel, vagy középről téglalap felületekkel húzódik ki. A következő dia az egy speciálisabb napvitorla, aminek ugye egy lába van, az ide kívülre van helyezve, és egy ilyen 16 négyzetméteres felületet akadálytalanul tud tulajdonképpen árnyékolni. A következő fotón is egy ilyen óvoda játszó udvaros példát tettem. Ugye ez egy olyan rendszer, amelyik azt tudja, hogy fölhúzott állapotban árnyékolja, a homokozót leengedett állapotban pedig védi. És ehhez kapcsolódóan én ide tettem még egy ilyen dolgot, mert erről nagyon ritkán esik szó, hogy az emberi bőr mennyire érzékeny az UV-sugárzásra. Ugye leginkább, védetlenek a kisgyerekek és egyébként az idősek. És bizony mondjuk a legérzékenyebbek akár 10 perc alatt leégnek a napsütésben, ugye az UV-sugárzás hatására, és
ezt a fotót kölcsönöztem Pierre-Louis Ferrertől. Ő csinál ilyen fotókat, ami azt mutatja meg, hogy mennyire van már a bőrünk az UV által tönkremenve, hogy mondjuk ilyen szép szót használjak. És ugye lehet látni, hogy ez a három ember itt mondjuk 20 évesek, fiatalok, és már ennyire tönkre van menve a bőrük. Úgyhogy most egy kicsit visszamegyek az előzőre. Van egyébként amerikai, meg ausztrál, meg európai szabvány is erre az UV védelemre. Tehát érdemes olyan anyagot választani, ami ezt a dolgot tudja. Van olyan is, ami megszázszorozza a leégési sebesség. Tehát meg százszorosával lelassítja a leégési sebességet, mint hogyha egyébként kint a napon állnánk. Jó, ugye beszéltem valamikor arról, hogy nagyon fontos a megtervezettség, és ugye itt építészek vagyunk egymás között. Ide raktam például a Bosch Campusnak a tető felépítményein elhelyezett zöld tetőket, tehát itt van a mi rajzunk, a valóság, és utána, tehát itt egy kicsit, hogy pont ugyanaz, és ugyanúgy készül, mint a terveken, és érdemes megtervezni. Nálunk 13 mérnök van, aki csak árnyékolókat tervez állandóan. Jó, menjünk tovább a következőre, ugye, és mi azt is csináljuk, amit megtervezünk. A következő épület az a Pesti hídfőjénél, az Árpád hídnak van a Raiffeisen épületek, tulajdonképpen itt utólag kellett megoldani az árnyékolást, és talán ez a fotó jobban mutatja, hogy milyen megoldást adtunk rá. Tehát tulajdonképpen itt nem rögzíthettünk semmihez, nem szúrhattuk át a vízszigetelést, ugye utólagos helyzet volt, és tulajdonképpen egy leterheléses elvű, tehát ezekbe a fa dolgokba kő van beletéve, az terheli le az egészet, és ugye ezek ilyen ülőfelület és fekvőfelületnek lettek kialakítva, ha már így utólag kellett megcsinálni. Nézzünk akkor meg néhány dolgot a napellenzőkről is, egy magyar valóságos fotó, ehhez képest egy szerintem igényesebb. Aztán itt talán egy ilyen érdekesség, hogy a nagyon kicsi teraszoknál jellemző probléma az, hogy alacsonyabb lapálás esetén, tehát mondjuk délután besüt már oldalról a nap, és akkor vannak ilyen föntről le jövő rolók, amik integrálhatók ezekbe a csukló, vagy a ejtőrudakba, ejtőprofilokba. Ezt ide beraktam, de nem is ez a lényeg. És akkor itt meg még egy ilyen érdekességet, hogy ez egy ilyen 18 méter, ez meg 5 méter, és ilyen speciális gázdugattyús, teleszkópkaros karok tartják tulajdonképpen ezt a szerkezetet. És akkor végül még egy picit a pergolákról, ugye itt is egy ilyen kontrasztkép, ehhez képest, hogy mit tudunk nyújtani, és akkor itt a lényeget kiemelve, tulajdonképpen ugye ezek a pergolák mindig úgy néznek ki, hogy van egy téglalap, van a négy sarkán, négy pillér, és kész, és akkor ezek valahogyan sorolódnak. De hogyha itt valaki megnézi, akkor ugye ez az oszlop már vissza van húzva a saroktól, ez túl van nyújtva, itt helyettesítve van egy ilyen fix rácsozattal, aztán lehet bele fixet kérni, üresen hagyni, mozgathatót kérni, és itt mozgathatókat kérni. A következő pár fotó pedig beszéljen önmagáért, mert szerintem magukért beszélnek, hogy milyen szép dolgokat lehet ebből csinálni, és igényeseket. Ugye lehet kombinálni fával, és mi mindig kanadai vörös cédrust használunk hozzá. És akkor itt lehet látni egy ilyen többmezős dolgot is, hogy például itt hiányzik ugye az alátámasztás, ami jellemzően mindenhol van. És akkor legvégül pedig még egy fotót beraktam, hogy
itt az összes szerkezet, a megoldási lehetőség, amiről beszéltem, minden kiegészíthető mindennel. Most csak ilyen világításos fotókat raktam, de minden, zene, fűtés, mit tudom én, akármi. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.